Mit keresel itt a Hooters-be? Hát mit, mint amit általában a férfiak. Csöcsöket és alkoholt. Ha már szoboztad a csöcsöket, te melyik mellett szed le a voksodat, a szilikon vagy az eredeti? Hát én csak az eredeti szeretem. Kipróbáltam a szilikont is, és azért tudom így ennyire kijelenteni azt, hogy az eredeti. Szerintem az az igazi. A női test az önmagában egy szobor. Ha kicsi a melle, ha nagy, nem az számít, mert az egész forma egy tökéletesség. Ezért nem illik szerintem a nőkre a tetoválás, mert egy műalkotást minek firkálunk össze? Nekünk mindegy, férfiaknak. Most egy fejé, ott áll előttünk egy bombanő. Mit nézném meg rajta legelőször? A formáját. Na de térjünk vissza a versenyre. Milyen volt a felhozatal? Megmondom őszintén, hogy nagyon sok zsíros feneket láttam. Zsíros? Igen, és én ellene vagyok a zsíros fenéknek. Rendesen narancsbőröket láttam, és egy szépségversenyen nem illik narancsbőrös seggel megjelenni. Ezt a zsűrinek is megmondtad, hogy voltak gondok a felhozatalra? Szerintem az Oli néha látszott, hogy meglepült, bár neki már szinte mindegy. És az azt, hogy meg ne tudja? Egyrészt, másrészt megöregedett már az Oli. És a zsűri helyébe Tamásnak adtad volna a díjat, vagy jó helyre került az a bizonyos korona? Jó helyre került, szép, nagyon szép az a lány, aki megkapta, úgyhogy végül is jó helyen van. Minden tekintetben szép és ügyes testű nő. Mik a közelgő terveid? Hát hasonló témába utazok most egyébként. Itthon vagy külföldön inkább? Most itthon maradok, most készül el a legújabb klipem, aminek az a címe, hogy A nagy vadász. Miért pont ez lett a címe? Na vajon miért? Igaz adja magát. És honnan jött az ötlet? Most elég súlyos fél évem volt, mióta szakítottam a Cynthiával. Most hát azért keresgéltem a felhozatalból, hogy ki lesz az új szerelem. És hol voltak szebbek a lányok? Itthon vagy esetleg külföldön? Hát szerintem a magyar lányoknál nincs szebb. Itt annyira sok nemzetség keveredett már össze, hogy itt olyan kombók vannak, hogy megkattansz. És szeretem azt, hogyha az emberekkel kapcsolatban vagyok, tehát egyszerűen imádom az embereket, szeretek velük beszélgetni, kommunikálni, akkor szeretem azt, hogy szeretnek, amikor elmegyek egy koncertre, akkor én odáig vagyok értük, ők meg értem. Tehát olyan jó szimbiózisok alakulnak ott ki. Egyszerűen én ennélkül nem léteznék.